Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. December 21-én a nap eléri a téli pontot, utána a napok hosszabbak lesznek, mindig több fény kerül a napjainkban, és ezen az éjszakán, tehát 21-én tartok egy szertartást, ami azt jelenteni, hogy legyen egy jó fordulat az életedben, a munkát illetően, az anyagiakat illetően, a párkapcsolatot illetően, és ennek a szertartásnak van gyógyító hatása is. Jelentkezhetsz erre a szertartásra az e-mail címem dendera.medici@gmail.com. Az energiai egyensúly miatt a díjam erre a szertartásra 4000 forint. Most ennél a jóslásnál megtekintjük azt, hogy milyen változások lesznek, milyen fordulat, mire kellene odafigyelni. Itt a sors kerekéről, a sors útunkról van szó. Ez a jóslás szintén megrendelhető, akkor az személyes, a díjam 4000 forint, asztrológiával kiegészítve 10000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt van egy szerelmes férfi a környezetedben. A házasság jelenti a házasságnak a tervezését. Tehát itt lesz egy eljegyzés, ő szeretne téged feleségül venni. Ez nagyon-nagyon jókra utal, ami a párkapcsolatot illeti, hiszen ez a házasság itt jelent egy tartós, stabil párkapcsolatot. Sőt, itt látható ez a fő lelkész, tehát megvan az isteni segítség is, azon kívül ez a lelkész, ez közöl valamit, és ebben hihetsz. Tehát erősítsd a hitedet abban, hogy ez a férfi szeret téged, és itt lesz egy házasság, sőt, ez az utazás jelentheti ezeket a változásokat. Amit az utazás még jelent, külföldi kapcsolatok, vagy egy belső út, egy lelki kapcsolat, esetleg egy közös utazás tervezése. Amit még neki rendeznie kell, esetleg neked, szintén rendezni kell, ezek az anyagiak, oda kell erre figyelni, azon kívül kihat a munkára, és ne hagyd azt, hogy mások megbántsanak téged a munkahelyeden, hiszen itt látható ez a fiatal férfi, akinek a tartása rád, esetleg ő rá utal. Itt van egy kreatív tevékenység. Nagyon jól végzed a munkádat, hiszen mindez mesterien alakul. És mások itt figyelgetnek téged, de hiányzik a dicséret. Úgy kezelnek téged, minthogyha te egy diák lennél, aki most tanulod azt, hogyan kellene dolgozni, és ne hagyd azt, hogy mások így lenézzenek rád a munkahelyeden, hiszen kellene a megbecsülés. Meg is érdemelted. Itt ez a szerelmes férfi közeledik hozzád, ki fogja mutatni az érzelmeit, de ő még kicsit bizonytalan, hiszen itt látható, hogy összehasonlítja
magát másokkal, lehet, hogy gondjai vannak a munkahelyen, és úgy gondolja, hogy mások sokkal jobbak, mint ő, nincs tisztában a saját értékeivel. Holott ő sokkal magasabb, mint mások. Itt a képen látható, hogy ez a férfi hűséges hozzád, megbízhatsz benne. Pontosan ezt mutatja itt ez a főpap is, esküszik arra, hogy a szava igaz, bíz ebben a kapcsolatban. Itt megvan ez a közeledés, ahogy itt is látható. Az lehet, hogy ő még mindig visszatekint a múltban, vannak itt fájdalmas emlékek, amit neki le kellene zárnia, nem bízik önmagában, kicsit bizonytalan, és így látható, hogy olyan zárkózott. De legyen meg a hit, legyen meg a bizalom és a türelem is, hiszen mint ahogy itt ennél a napfordulónál, itt is lesz egy változás, ez az utazás jelentheti ezeket a változásokat, és itt vannak az ő tervei, ő tervezi ezt a házasságot. Ez a kép is a türelemre utal, hiszen ő még kicsit visszahúzódó. Itt a háttérben ez a szent kép, az jelenti az ő terveit, de nem beszél még erről. Mégis megvan kettőtök között ez a mágikus vonzalom. És amit a kártyák itt még jelenthetnek, ez a varázsló, vagy ez a szertartás, hogy itt most kell egy kis szünet, meditálni afelett, hogy mit, hogyan képzelünk el, és itt ez a kép utal a belső képekre, tehát kell egy terv, kell egy elképzelés, a varázsló segít abban, hogy ez megvalósuljon, persze kell a hit is, hiszen itt van ez az isteni hatalom is, és segít abban, hogy ez az álom megvalósuljon, hogy a terveink megvalósuljanak. Itt látható a szerencse, és ez a szerencse beköszön hozzád, és ott marad melletted. Az is lehet, hogy lesz egy látogatás, és ez a látogatás szerencsét hoz számodra. Ó, itt két kártya jött ki. Itt van a közelben még betegség, és ez az özvegy férfi, ez jelenthet egy idősebb férfit, az apukádat, vagy az ő apukáját, és itt látható sajnos ez a betegség, de megvan itt ez a varázslatos kisugárzás, a szerencse, tehát lesz egy gyógyító erő is. Mint mindig a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és ez az özvegy férfi, az jelentheti a magányt, hogy ő érzi egyedül magát, vagy te vagy magányos, és ez a helyzet kicsit betegít téged, betegíti őt. Itt megvan a lehetőség, észre kell ezt venni, kell egy elképzelés, de még kell egy kicsit a türelem, a szerencse az jönni fog, lesznek változások. Itt ez az utazás jelenthet külföldi kapcsolatokat is, de utal a változásokra is, és a főpap esküszik arra, hogy ez a férfi szeret téged, hűséges hozzád, és tervezi ezt a házasságot. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!